Sziasztok, én névük, és ez nem más, mint a Dating Simulator. És hát megyünk tovább hódítani, mondjuk előtte ezen a 0 dolláron javítani kellene. Meg fel kéne készülni, meg ilyenek. If you know what I mean. Szóval menjünk horgászni. Persze csak miután kigrányoltam a horgászbotnak az árát. Van is itt 750 dollár, szóval ez elég lesz mindenre. Egy, egy urinőként fogunk velük bánni. Na nézzük, miből élünk. Hmm not really. Uh, ne. Uh, Alison, már megint? Még nem ez volt nem, és 40 éves volt, semmi gond. Vízok a negyedikbe. Uh, vele bársz, próbáltunk. Uh, nem sikerült, de, de, azóta már van menő verdánk, meg, meg, mindenünk, szóval szerintem nem lesz baj. Randiznál olyan, aki két-három óránként hibogat? Uh, hey, no! Bármint, amúgy Hogyha meg ír rád az meg a lényegében... Yes! Hát te valami nagyon addikt. Social addikt. Jó, ő tuti egy millió dollárért se szakítana a szerelmével. Hát, és tényleg. Hát, a belépőt legalább visszakerestük. Na de, ott a meccs igazából nem lesz meglepő, hogy kicsoda vegetáriánus, tehát úgyis ő fog rendelni, bármit vegte egy Már megyek is hozzá, és közben ő a tizedik ember, akivel találkozunk. Jó, nem azt jelenti, hogy a tizedik, aki sikeres is, de figyelj, kandúrnak eléggé jó megy. Ó, hát itt lakik majdnem szembe szomszéd, hallod? Hát helyben vagyunk, kicsekkolunk, hát már láttam, hogy elsuhantunk, hogy... Nincs itt egy semmi probléma, szia! Hát itt te már végre szeretni fogod a rogzadét. Láttam benne a potenciált. Menjünk enni valamit az étterembe. Már mehetünk ki is. Jó hosszú kirándulás lesz, Stella. Itt is vagyunk. Azért mondjuk mehetünk volna egy kört a tömb körül az autóba, hogy azért mégis csak jaj, nem tudtam, hogy itt van, menni kellett egy kört. Hívjuk a pincért. Rendeljen ő, most mit tud rendelni, ami kifog rajtunk? Sütit meg teát. Abúgy tényleg nem tűnik nagyon drágának. Pontosan az itt, amit, amit rendelt. Ahon tetszik, halad. A legjobb rendelés ever. Sniff, sniff. Valami történt? Annyira nem vagyok büdös. Az még egy jó kis férfias kiállás. Már egy kicsit rá lehet támaszkodni, de azért meg nem annyira durva. Más szaga van. Várj, minek a kajának? Mi, mi, milyen szag? Nem tudom igazából. Az illata a kajából jön. Nem tudunk mit tenni. Mi van? Most fingott? Vagy miről beszélgetünk? Akkor beszéljünk rendesen. Várj még egy kicsit, meg fogod szokni. lehet én fingottam, érted? Nem, nem biztos. Remélem. Nem lehet, hogy belőled jön az a szag? biztos, hogy tisztább, mint én. Ennyi a célzás? Olyan vagyok, mint egy dög. Ja, inkább nem mondjuk semmit. Nem, nem szabad ezt a csatát, nem szabad elveszíteni. Biztos ő büdös. Mit szeretnél csinálni? Még valami jó ötlet? Nem tudja. Akkor let's go home. Shopping. Figyelj! Nem probléma, persze, mehetünk, úgy is itt van a közelbe. Meg nem is tudsz, nem is tudsz teljesen nullára vágni, az lehetetlen. 60 dollár volt a kaja? Kevesebbre számítottam, nem volt itt túl nagy adag, de legalább jól laktunk. Gyere, itt vagyunk. Csap ki a számlát, Mond mennyi. Nem is vagy semmit. Hát be, szorok. Akkor csak te látják, hogy mennyi pénzem van. Menjünk a bárba, jó? No. Gondoltam, hogy ez lesz. Nem számít, hogy mit iszunk, de csak hogy legyűgözzük, csak hogy a tenyerünkön hordozzuk egy 200 dolláros pesgő alatt, arra cuppantunk, oda nézd, még kis unikornisos, megőrülsz. Na, tetszik, amit rendeltem? Aj, mire a vizéről kérdezel a munkájámról? Szokásos duma. De mivel foglalkozol? Nem igazán akarom elmondani. Ajaj, remélem valami bérgyilkos, vagy nem tudom. Többet akarok rólad megtudni, mondd el, kérlek. Megértem, de tényleg nem akarom... Elmondani, zárjuk le ezt a témát. Beszélj a hobbiaidról. Hát ezt ezek után én is sem mondok inkább semmi Na jó, zene. És például a rockot? Nem! Hát komolyan, ha te nem, akkor ki? Let's go haza, most nem is kell maradunk mosogatni. Hát figyelj! Bit a több téma lett volna így, hogy drágább pesgőt vettünk, vagy valami, de... Eddig előre így nem nagyon érzem a különbséget, hogy elkényeztetjük, vagy nem. Megtudtunk róla annyit, hogy semmit. Ez -hát a foglalkozása az, hogy Tinderen húz lesz szerencsétlen, naív, euh, gazdag palikat that's me. Gyere, <laughs> gyere, itt lakok. Nagyon tetszik neki te a ház, nem rossz az ágy se. Bennünk egy új ágyat, az most már, hogy egy ezért mégis csak te azt rá, hogy ennyire átlagos. Ott százszerzelék! Azt a minden ide jó vagyok. Az évek és a rutin. Már meg is vagyunk. Karizma plusz egy. Na jó, akkor próbáljuk más területen fejlődni. Például jó lenne tudni, hogy milyen a személyisége. És hogy... Milyen hobbiai vannak? Hát a... most pár jobban tudunk majd meccselni, meg ilyenek. Csak azt nem tudom, hogy ha rámegyek... That's it for today, ne! Szóval, hogyha ide jövök, akkor itt egyből látom, nem. De hát akkor muszáj bemeccselni vele, ahhoz, hogy tudjad, hogy milyen hobbi, meg ilyenek. Uh, jó. No, no, no! Hé, hát kifogytunk. Na, mindegy, akkor ma offos, inkább még dolgozni. Így akkor van arra is pénzünk, hogy plusz egy ember legyen naponta. Pénzügyi helyzet az, ami nem tudom mennyire mérvadó. Legyen a, a negatív hobbi, ami valószínűleg ilyen rossz szokás. Lehet. Na nézzük. Uh, nem. Uh, no. Uh, nem. Uh, nem. Hé, értem, hogy kisváros ez, vagy minden, de azért. Álljon már meg a menet. Jó, bevállalósabbnak kell lennünk. Akkor most már lássuk azt is, hogy milyen anyagi helyzetben van. Figyelj, teljesen nyitott lapokkal fogunk játszani. A vakasszony már megint visszanéz. Vagy nem tudom, mi rajta az a szemüveg, lehet, hogy design. Jó, figyelj, a legrosszabb esetben. Nem, már volt. Kicsit 20 éves át, fiatalocska. Grace, nem igazán, mi ez a sok új ember most csak hirtelen, legyen Piper is, és akkor, na várja ez azért jó, mert hogyha most bemeccsenünk mindjárt, az is van, akkor ha elfogadjuk... Pff, gold Digger. What? Ez Piper. Akkor itt még le tudjuk egyből mondani. Várja, a Gold Digger az mi lehet? Az a foglalkozása, vagy a, vagy a státusza, vagy... egy gazdag. Oké, okay, akkor az a... Igen. A hobbija az a sport, amit nem szeret a music. Sír. Higiénikus és vegetáriánus, ez a Goldiger akkor lehet, ja, a, munkája igazából. Fél 29 éves hivatásos Goldiger, Not bad. Na jó, csak hozzám goldigerkedni, úgy kioffoljuk, hogyha túlzásba viszi. Uh, uh, mi? Nem is tudom, hogy mire kattintok rá. Hey, I have a question for you. Kétszer kettő egyenlő. <laughs> mi? És leteszteljük, hogy nem fogykos? Várja, négy. Oké, okay, átment. Congratulations, <laughs> Találkozhatunk. What the hell is going on? Mit ezek? Mik ezek a kérdések? Nyertél magadnak egy éjszakás vakációt a házamban, mérjétek, okos vagy? Úristen, de szar szöveg, be kell tolni. Már ott is van. Ez az, amit anyád. Ö... <laughs> nem láttam teljesen, csak az, hogy anyád, igazából szerintem elég is. Következő? De majdnem bejött, nem? Igazából, na, tényleg nem beszéltünk sokat. Akkor így igazából mindenkit be kell húzni jó irányba, és akkor utána majd látjuk, hogy mik a belső értékei. Oh, az van, a másik higiénikus, szereti az állatokat, szeret sportolni, de nem szeret táncolni, gazdag és vegetáriánus. Hát be, hát be. Tényleg kérdést teszünk föl, kétszer kettő, ez most melyik fejlesztés ez a, ez a humor Congratulation! Annyira okos vagy, hogy is szeretnék veled találkozni. Én is szeretnék feltenni neked egy kérdést. Új, Ez fájni fog. Fuck off, itt én teszek föl kérdéseket. Nagyon nem, nem, mondja. Mondja mindenre fel vagyunk készülve, lexikálisan X kocsacsőr 3 plusz C, szerintem ez lesz az. Nem találkozhatok egy ilyen ignoráns emberrel, mint te. Mi? Hát, de biztos azóta a helyes válasz. Amióta fejlesztettük magunkon, csak kevésbé sikerül. Ez most mi? Na jó, holnap mindenkit elhúzunk jobbra. Á, jó, szerintem a mennyiségen is fejlesztünk, tovább, biztos, ami biztos. És akkor nézzük, hogy ma... Jó, legyen a... a, a vises Jackó. Luna 37, vele már asszavoltunk, igen. Ő azóta már megöregedett, 10 évet. Oké, legyen, figyelj, így is a kettő. Nem meccseltünk. Hé, hey, hát 55-ös karizmán van. Hát jó, vagy többet. többet. Basarizs. Azt gondolom, a, ezt megszívtad. Na de a másik. A se. Hello, hát elterjedt rólam, hogy ilyen nógó no vagyok, de hogy bárki visszajelöljön. Hát ez nem hiszem el. Ó, oh, várják, ez Most meg beadta, hogy meccs. Hát de nem kettőnek. Ah. Luna, oké, okay. Uh, Goldiger, zsír, szereti az állatokat, sportot, mozit, táncot, zenét, gazdag, He, nincs is negatív hobbija igazából. Uh, na jó, napom. Végre nem a hülye kérdéssel kezdünk. Ráérek, bármi, csak valami legyen. Goldigér vagy nem, megoldjuk. Várja, le kell fotózni, hogy mi egyszer. Oh, shit. Komolyan addig láttam. <laughs> uh, mindent is szeret, és tud, hogy mindenhova el kell majd vinni, meg Goldiger. A szembe szomszéd, hallod? Hát ha megőrülök. Hát ez. Ennyi erővel csak átintegettünk volna egymást, akit fönt, azt akkor... Na hát, is volna a dolog. Nem kell ide Tinder. Hello. Ahova szeretném menni. Csak azt nem mondta, hogy shoppingolni elsőnek, mert uh -huh. megőrülök. Bár. Uh -huh. Jó. Én rendelek. Oké. Okay. Semmi probléma. Mi baj történt? Baj, jó, Jaj, az ma ott az a pulton, az a kettő üveg. Az egy peskő, meg egy, meg egy, nem tudom, az, az, az valami viszkitől is drágább. te kettőt, hülye vagy. És még nem is látok szerintem mindent. Szereted az állatokat? Tudom, hogy szereted az állatokat. E, nagyon szereti az állatokat. Mi, mi, te? E, persze. Jobban szeretlek, mint az életemet. What? <laughs> szerintem nem erről van szó. Ah, nem akarok kripi lenni. Um, távolságból szeretem őket. E, hogy van? Ja, hogy, hogy van ez. Nézek rájuk, és azt mondom, hogy szép állatok. <laughs> Néhány ember nem megy a, annyira dögönyözni. Mit szeretnél csinálni még? Uh, shopping. Nem probléma, ugye? Uh, ez, ez, ez mindenféleképpen szükséges? Uh, nagyon vicces lesz, bíz bennem. Jó. Mi ketten nevetni fogunk el a számla? Uh, semmi baj, hoztam magammal. Van nálam kártya is. Apró, a nem kérek vissza. Hát de most már nem lehet annyiba hagyni. Hát ha már 250 dollárra elvittük bárba, hát akkor kiszállsz. Itt pár csukott szem és padlógáz. Már végig kell vinni. Hoppá! Hoppá! Láttad ezt az orsót, kicsanyám. Így kell közlekedni. Hát a színfartust kapott és nem bír majd vásárolni. na gyere! Gyere! Ja. Gyorsan végzett ennyi azért nem lehet olyan sok mindent összeszedni. 21 dollár. <laughs> ezután a piálás után. Én megkönnyebbültem. Most mit csináljunk? Mit szeretné te csinálni? Nem tudja. Akkor menjünk azzal. Nagyon fárasztó volt az a shopping, szerintem meg az a... 5 és fél liter pia. Menjünk -e enni. Na jó, rendeljen ő. Hát, ha most már rosszul érzi magát, hogy... <gül> <gül> hogy lehúzott ez a párba. Több szlott nincs az asztalon, ugye? Gondolom. Azért nem tudták többet kérni. De amúgy nem a legdrágább dolgok. Tehát ez lehetne 9 darab sushi is. Tehát eh, egészen egészen kijövünk egy 300 dollárból. Jó, hogy én rendeltem. Good job. De ami is voltam, szóval van, ami kell. Pont, 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 ne beszéljünk, nem mondjuk semmit. És most mit csináljunk? Ennyi volt, semmi beszélgetés. Dönts. Na, mehetünk haza, nagyon fáradt. 285 dollár. Úristen. Én azt én csak vicceltem, hogy 300, azt hiszem, hogy 150 lesz. Ó, oh, tudod, kivisz téged autóval, haza is gyalog mehetsz majd, szerencsét, hogy laksz velem. Reggelente paintball fogom lőni az ablakát, hogy felkeljen. kelljen. Nem ilyen a ház, te is itt laksz velem szembe, szóval ne szóljál be. szép a ház, a városba, de eléggé zajos. You don't say. Mindenek megvan az ára. Nem kényelmes. Ágy. Nem gondoltam, hogy ezt fogja mondani. Oké. Okay, jó. Semmi probléma. Én is így gondoltam. A jó ég ágyom meg engem attól, hogy bármi történjen. Eddig türelmes voltam, most nem leszek az. Visszállt. Ez intenz volt. Én örültem neki. Na, azt hallom. Az is valami. Hát 600 dolláros onding se volt még. Goldiger egyenlő red flag. De még mindig számol vissza a What? Oké, okay, meglátjuk, mi lesz még van. És megint előről számol. Uh, <laughs> szerintem. Bebagolt. Oh, oh be, 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 you matched. Király. Uh, Piper. Nem mindegy, Gold Digger. akarszva e, akarsz ma találkozni? Ezzel elijesztjük. Lehetséges. De várjál, nem akarok találkozni. Lehetséges. Gyere, a location De, De! Ne. Nem akarok! Jó, ja, tudod mit, ha ő rendel, elszaladunk. Ennyi. Ő is itt lakik a városba. Itt szembe. Hoppá! Hát jó. Nézd, hogy mosolyog, látja a dollárokat. Jó, lát itt téged, kösz. Van well, most kioffoljuk. Mi csinálunk először? Bárba menjünk inni. Lehetséges. Hello. Ugye, nem te akarsz rendelni? Életlenül se, de... Jaj, ott van a pezsgő, szóval az is pezsgő, meg kettő sör. Hát, felvette a futócipőt. Milyen végzettséged van? kidobzak az oviból. Az hogy történt meg? Hogy döntöttem, hogy nem szeretem az oktatást. A tudatlanság áldás. Igazad van. Hát <laughs> is az lehet állni. Uga bugat. <laughs> az teljesen jó. Ez, ez... Nekem nem okés. buga, uga, uga, buga. Mit valami <laughs> gorilla? Nem értek semmit, váltsunk témát. <laughs> Mit szeretnél csinálni? Nem tudja. De amúgy hogy nem szaladt el? Ezt nem hiszem el. Mertünk már végre haza? Nagyon jó lenne, elfáradtam. Amúgy! 250, de nem tudok kifizetni. Lefárasztottuk vágod, inkább azt mondja, hogy mindegy, legyen, aminek lennie kell, aztán menjünk haza, akkor elmosogatok. Na, ha már itt tartunk, még a rámenes tálat is el kell most hát Putko, hét darabot kell elmosni. Ha jó, mondjuk nem azt mondom, 70 dollárra tartozok, de ott a csaj az elalszik. Hát ez hány hónapja nem volt le elmosva. Jaj. Ez az. Be kell melegíteni. Ja. Meg vagyunk. Itt vagy még? Zsír. Hála az végnek. Nem mit gondolsz? Milyen? Szép, mi? Igen, zajos, tudom. Ah, ez van. Speedrun. Dan. Oké. Okay. Nice. Plusz egy kariza 57. Ajó jók vagyunk. Nulla dollár, ezt nem hiszem el. Na jó, most meg kéne találni valakit, aki nem gold digger. se uh, hmm. Hmm, uh, uh, sem volt túl jó meccs, szóval horgáztam egyet, és így meg tudok venni magunknak egy gyönyörű szép ágyikot, hogy azért végig is kinézzem már az valahogy. Ez már karizmánkon annyira nem fog boostolni, amíg nem megyünk majd új házba, de... Addig jó lesz, ez próbálom értem, hogy ez micsoda, nem tudok rájönni, ez, ez ilyen óvodás óra, de végül is, ha nincs más, akkor veszünk egy olyat. Még arra gondoltam, hogy legyenek valami, most az a kép? Hogyha feljönnek, akkor pozitív vibe-okat érezzenek, nem az, hogy egy gyilkosnak a házába jöttek föl, szóval veszünk egy, egy, egy ilyet, egy ilyet, egy ilyen kis virágosat. Kisebb képek nem voltak egyébként, csak kérdezem. Jó, legyen egy olyan is, egy ilyen hidas is, ebben csinálunk egy ilyen kis kollást, és szerintem egészen jók leszünk, Nem is tudom már mivel tudnánk így fullozni tovább a házunkat. Á, szépen kultúrálten kipakoltak. Na, már akkor itt van ez a régi ágyunk. Nem akartam aludni. Na mindegy, ezt, uh, uh, um, Itt a lépcsőház, uh, uh. <laughs> Jó az vagy Majd elviszik a szemetesek. És itt van az új ágyunk, amit... Uh, valahogy adébb kéne vinni. Haló? Aha, az az. Ide behozzuk, hát mindhogyha ide öntötték volna szépen, ferdén, rakunk fölé egy ilyen jó, vibe képet, egy kis, uh, kis virágosat, Na, mindegy, ne is beszéljünk róla. órát ide, hogy lássák, hogy mikor van már elég haza lehet menni. Képet ide a, a, a folyosóra, vagy mi ez. Étkezőnél itt van a kis képösszeállítás, hát nem mondom, hogy sokkal barátságosabb lett a ház, mert mindig úgy néz ki, mint egy verem, vagy nem tudom, de hát na, kicsit több fajta item kellene, hogy ezt jobban be tudjuk lakni. Minden esetre, hát amióta jobban ismerik őket, az a nagyobb katasztrófa az életünk, de, de tetszik, tetszik, hogy van mire számítani. Kíváncsi leszek majd még további randikra, remélem, hogy ti is, hogyha így van, akkor mindenféleképpen nyomjatok a videóra egy lájkot, és mi nem tettétek volna, hogy iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!